unser Brot. Segne diesen Tag. Segne unsere Arbeit. Segne unser Spiel. Segne unsere Gemeinschaft. Und lass uns zum Segen füreinander werden. Amen. Danke gut. Welche Schule besuchst du? Ich besuche in Reformierter Grundschule Marathonfreund. Wie alt bist du? Ich bin 9 Jahre alt. Wo wohnst du? Ich wohne in Marathonfreund. Frage? Wie alt bist du? Ich bin 15 Jahre alt. Hast du ein Haustier? Drei Hund. Und der? Ja, gut, und weiter, drei Hunde. Hast du ein Haustier? Ja, drei Hunde. Hast du Geschwister? Ja, ich habe zwei Brüder und eine Schwester. Welche Schule besuchst du? Ich gehe in Magyarzen. Was sind deine Lieblingsfach? Meine Lieblingssache ist Sport. Was ist dein Hobby? Mein Hobby ist ein WG. Danke, prima. Was ist dein Hobby? Mein Hobby ist Fußball spielen und schwimmen. Wie findest du Mathe? Nicht gut. Wo wohnst du? Ich wohne in Bern. Wie alt bist du? Ich bin 9 Jahre alt. Was ist dein Lieblingsessen? Ich habe kein Lieblingsessen. Welche Schule besuchst du? In der Kelle. Ich dort war schon in der Schule. Ich besuche die dort war schon in der Schule. Ich bin 11 Jahre alt. Wo wohnst du? Ich wohne in Deutschland. Wo wohnst du? Ich wohne in Deutschland. Haben Sie eine Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder, ist viel älter als ich. Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Hast du ein Haustier? Ja, ich habe einen. Hast du Geschwister? Ich habe zwei Brüder und eine Schwester. Wie findest du Mathe? Ich finde Mathe blöd. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist schwarz. Was ist dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach ist Sport. Hast du ein Haustier? Ja, ich habe einen großen Schäferhund. Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist der Hund. Was ist dein Hobby? Mein Hobby ist Wandern. Wo wohnst du? Ich wohne in Balaklava. Was ist deine Lieblingsfarbe? Ich habe keine Lieblingsfarbe. Ja, und wer nicht? Ich bin 16. Hast du Geschwister? Ja, ein Bruder. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen älteren Bruder. Und du, in welche Schule gehst du? Ich gehe in die Reformierte Grundschule Balatonfürth. Was ist deine Lieblingsessen? Kein Lieblingsessen. Ich habe kein Lieblingsessen. Wie alt bist du? Ich bin 14 Jahre alt. Ich bin Bordner. Und hast du ein Lieblingstier, Esther? Ja, ich habe ein. Wo wohnst du? Ich wohne in Bordner. Wie alt bist du?
bin elf Jahre alt. Wo wohnst du? Ich wohne in Balatonfeld. Welche Schule besuchst du? Ich besuche den Reformierten Grundschule zum Mitglied. Gut. 1, 2, 3. Egy Grimm mesét dolgoztunk fel, szövegét olvastuk, néztük a kis filmet, és akkor annak alapján összeállítottuk ezt a kis mesét. War einmal ein armes Mädchen. Dein Vater war gestorben. Seine Mutter war auch gestorben. Es hatte kein Häuschen darin zu wohnen. Es hatte kein Bettchen darin zu schlafen. Es hatte ein Stückchen Brot. Und es hatte ein Röcklein, ein Mädchen, ein Hemdlein. Da kam ein armer Mann. Ich bin hungrig. Bitte, nimm mein Brot. Gott segne es dir. Da kam ein armes Kind. Ich habe keine Mütze. Mein Kopf tut weh. Bitte, nimm meine Mütze. Gott segne es dir.
Wir gehen aus deiner Furcht. Herr, bleib bei uns mit deinem Wort, mit deiner Gnade und Segen auf allen unseren Wegen. Amen. Hát, kedves szülők, az egy hét alatt nagyon sokat dolgoztunk, ez egy kis ízelítő volt a munkánkból. Nagyon sok olyan játékunk volt, ahol egyszerű kérdéseket, válaszokat gyakoroltunk le játékosan. Ezen kívül megtanultuk azokat az imákat, amelyeket általában előfoglalkozások után elmondunk. És hát természetesen a kis dalok, mondókák, amelyeket megtanultunk, ezekből egy kis ízelítőt adtunk, és remélem akkor megnéztétek azokat a kiállított tárgyakat, amelyeket délután készítettünk a gyerekekkel, és hát azokat a projektmunkákat, amelyek összegzik mindazt, amit az egy hét alatt dolgoztunk, feldolgoztuk az iskola témát, a ház témát, a természettel kapcsolatos dolgokat tanultunk, és ezekről mind egy kis összeállítást készítettünk. Hát remélem, jól éreztétek magatok a gyerekek ebben a táborban az egy hét alatt, és talán jövőre ismét sikerül találkozni. És aki még valamit szeretne látni, egy-két dolog benne van a mappában. A mappában maguk készítették a mappát is. Köszönjük szépen a szülők bizalmát, a gyerekek lelkesedését, hogy nyári szünetbe, igaz, hogy egy furcsa iskola év után, de mégiscsak nyári szünetbe is hajlandók voltak még itt kvázi német órákon részt venni. Köszönjük szépen Dénes Melindának, Kertje Ágynak az egész heti munkát, a segítőinknek voltak szerencsére közösségi szolgálatért tevékenykedő, vagy szolgálat keretében tevékenykedő gimnazistáink, faluból segítőink, és köszönjük polgármester úrnak, a tegnap a falubusszal villogtunk rendben a múzeum előtt, úgyhogy köszönjük a helyet, ezt falutól kaptuk. És a megél utáni munkát meg lehet kóstolni, mert az zöldségfaragványok egy része még megvan. Gyerekek pedig most már tudják, hogy milyen jó hely Barnak, úgyhogy hogy tudjanak nekünk Tóth-Vázsonyba, Füreden, Nagy-Vázsonyba is reklámot csinálni. Azért mindenki lobálhat mostantól a vállán majd egy Barnak feliratú táskát, és ha megkérdezik, hogy hol van Barnak, akkor mondja bátran, hogy merre kell jönni. És akkor nekem is lenne még egy-két szavam a gyerekekhez. Szeretném elmondani, hogy öröm volt veletek dolgozni, és végig együttműködőek voltatok, bármit kértünk, mindent megcsináltatok, minden feladatot végigoldottatok, és semmire sem mondtátok, ó, én ezt nem akarom. Érdekes módon, pedig az iskolában ez sokszor elhangzik, de most mindenki akar mindent, talán a koronavírus ideje és ebben közre játszott, ugyanis 3 hónapig egyedül kellett otthon feladatokat oldani, de most itt lehetőségetek volt együtt csoportban megélni a közösségnek az előnyeit és az örömét. Úgyhogy tényleg reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, és köszönöm szépen, hogy olyan együttműködőek voltatok egész héten. Ugyanis nem egyszerű dolog melegben, szünetben beülni az asztalnál és tanulni. De remélem, hogy egy játékosan csináltuk, úgyhogy gondolom, hogy jó élményekkel fogtok visszagondolni erre az egy hétre. És tényleg a szülőknek is elmondanám, tényleg a gyerekek nagyon együttműködőek voltak, fegyelmezettek. Persze voltak rosszalkodások, mind-mind keretek között maradt, és természetes volt, hisz gyerekek. És köszönöm szépen az együttműködéseteket és a szülőknek.